De mutat. Mint országból küldi adóját, aranyat és sejmet, elefántcsontot és tömjént. De a hatalom mégsem az Istenek, hanem nálunk. Nézzetek ide, álljatok meg! Egy énekes, egy táncos, egy előkelő hölgy számára. Nevetségesen olcsó. Egyben 10 arany. Uram, látsz, ez túl sok. Védj inkább egy fiút, az kifizetődő. Gyere! Ez itt kért a frizurákhoz, tanulta, nézd meg a kezét. Very nice. Aren't they nice? Szépek ezek a nányok, Julia, nem gondolod? Köszönöm, Tribune! Nagyon köszönöm! Egy Tribune? Mióta adja a fejét?
Annál jobb, akkor szinte semmiért kell odaadnom. És legalább 100 000 aranyat ér, és ha 1 000 000-t ér... Tudom, hogy elittad az eszedet, de ez nem mentség. Tisztában vagy vele, hogy miért szégyenítettél meg tegnap egész rossz. Jó. Igen. Én is örülök. Nagyon-nagyon. Yes, of course. Egészen pontosan tudom még, mikor volt. Megszúrtam az ujjamat és sírtam. Hát nézelek. 12. Nem is tudod, hogy ez mennyire komolyan vettem, mint gyerek. Számomon akarsz fogni, Diana? Ne arra, hogy nem úgy gondoltam. Vagyis mégsem hazugság mindenfajta híresztelés felől lett? Minden ember... Kezdjük a vásárt. Nőket. Úgy. Akkor hozzá a lányokat először. Nem. Vannak. Táncot tanultak, alkalmasak társalgásra is, és szolgálatra egy előkelő hölgynél. Olyan
Ez esetben nem. 2000. 2000. 2000 aranyat kínáltak eddig. 2500. Kitartó és kemény harcos. Tegyél ajánlatot. 550 arany. 50 arany. Nekem kell. Quintus ellenében licitálok. 500. 700. Legközelebb meg fogod előtte gondolni. Pretoriánusok, indul! Vedd le a láncokat. A görög veszélyes, és én figyelmeztetek. Vedd le a láncokat. Igen. Hogy hívnak? Ebben a házban rabszolgának lenni megtiszteltetés. Egy rabszolga mindenütt úgy él, mint a kutya. Tartozom neked, és nem maradok adós. Nem úgy beszélsz, mint egy rabszolga, hanem mint egy római. Nem maradt. Marcellus elmesélte nekünk, hogy a piacon a Caligulával összevesztetek. Figyelj! Lékeket magadnak akartad? Lúcia, te anya azt mondta. Marcellus.
semmit. Csak a kockát ismered és a nőket. És a Caligulával szemben... Étkezés után. Jó étvágyat kívánok! Caligulától. Egy merész tribún bátorság rossz helyen van Róma fürdőjében és játéktermeiben. Mint a legyek. Aki nem esik el, így hal meg, vagy megölik. Mások öngyilkosok lesznek. Nevünkre. Grow hard. Watch the hand of the man who walks behind you. Kerülni fog. Légy óvatos a borral. Az én hibám volt, hogy találkoztatok. És az igazi ok? Újra megtaláltalak, és nem akarlak.
cry, my love. Nem szabad sírnod. Tanulságotokat mikor jön el? Senki se tudja. Eddig még senki se látta. Itt van. Adjós, csinálj utat! Előre! Mégis megértettem. Kérem már, Demetrius. Arra vár, hogy kérdezik. Please,
Ki vagy? Én, hogy ki vagyok? A Tribune egy vicces ember, azt kérdezi, hogy ki vagyok. Nem vagy te szegény, hanem dúsgazdag. És nem becsületes ember, hanem egy tolvaj. Ahogy tetszik neked, Tribune, a hadvezért, akinek hódított el. Könnyű. Pilátus nem akar feltűnést, a nép fel az ő oldalán áll. Éjjel kell elfognunk, de nem ismerjük a rejteket. Most alanyi is 30 ezüst. Ez elég lesz. Demetrius! Várjatok! Állj! Álljatok meg! Thank you.
Pilátus előtt áll. Megtalálták a katonák? Elárulták. Az a tanítványa volt, aki a balját. Kérlek, mondd el a tanítványoknak, ha kételkednek, elpusztulnak. Eskedd meg őket. A helytartó akar, hogy lehetett beszélni. Ilyenkor? Persze. Pilátus nem szeret várni. Beszélni. Ja, igen, ez a fanatikus. Elfogták, pedig semmi rosszat nem tett. Arra vársz, hogy tegyek érte. Elég most. Pilátus dönte. Ő Róma helytartója. Döntése végérvényes és számomra. De utazás előtt van még egy feladatom a számodra, igen uram, egy kivégzés, még ma. Feleségem is. Köszönöm, uram. Hozz vizet, hogy... Ember húsán?
ilyen nap, mint a többi. Tizenhét. Hé, Paulus, te következel. Igazi remek mű. Öröksége a galileai ácstól. Mit ér nektek ez a könyves? Mennyit te... királya elleni győzelemről. Vicceidet megtartatok magadnak. Kötelességünket teljesített. Ki a volt? Lehet, de nem tudom.
Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Keresztre, uram, de most szabad vagyok. Sose fogok már neked szolgálni, te római. Hagyjátok abba! Miért nem hagyjátok abba? Úrnő, itt van.
Mi a baj, Marcellus? Mondd el nekem. What is it? Let me help you. Nem segíthetnék? Mindenütt úgy éreztem, szólsz hozzám. Velem voltál ébren és állandó. Sanity? What do you mean? Marcellus. The truth is, meg fogod látni, Diana. Megőrülök. Most nem mehetsz, Marcellus, ki kell pihenned magad. Az nem használ. Megértem. Azonnal akarom látni. Vezessétek be. A szép és okos díj. Köszönöm, uram. Mondd csak, mi a véleményed Pilátusról. Ebben nem vagyok illetékes. Ő arra kért, hogy adjam a kezedbe.
Erről nem tudok mit mondani. Miért nem? Egyedül. Menj félre! Hálisan mutatják, hogy komoly ott a helyzet. Beszélj tehát. Beszélj, Marcellus. Melyik istené? Nem tudom, uram. Fontosabb. Meg kell gyógyulnod. Na és ti, tanult emberek, mit szóltok hozzá? Egészséges lenne. Érdekes a fejtés. Igaza van, uram. Bizonyára igaza van. Mágikus szövegeket, mérgező italokat, vigyázz magadra! Ő meghalt, Tardinius. A gonosz sose hal meg. Nekem fogsz jelentést tenni. Értem, uram. Hálás vagyok neked. Diana, hogy segítsek neked.
hogy szeretem. Most már tudom. Vettél volna, ha katonaid elhaladtak volna melletted, hogy szeretetüket és odaadásukat kimutassák. When it comes féle varázs. Ez veszélyesebb minden varázsnál, amellyel eddig a népet bolondítottátok. Ez az emberek szabadság. Látta őt? Éppen elég fáradtságunkba került, nem akart elárulni semmit, csak annyit mondod, itt Galileában sok követ. Magam, mint egy római kereskedőt mutatlak majd be, aki vásznat akar vásárolni. Úgy aztán meg fogod tudni mindazt, amit akarsz. Azt mondja, finom hölgyek és urak viszik egész színeseket. Talán megvenné ezt is. Állj meg! Nem tűnt tisztességtelenek, csak mert nehéz az élet.
Ma éjszaka itt szeretnék tábort lenni. Tudsz nekem egy jó helyet mutatni? Szívesen. Néha új eszmék merülnek fel. Igen, eszmék. Az eszmék fontosabb. Igen, csak meggyógyították. Na, Jonathan, ez itt? Jonathan. Gaius Marcellus. Semmi esetre sem, hiszen adósod vagyok. Nagyapa, ő is hozzánk tartozik? És a nagy kő el volt hengerítve már. És így szólt. Ne keressétek már. Az ember fiát elfogja.
A tanítványok találkoztak vele, és látták a sebeket. Jézus így szólt hozzá. Kövessétek példámat, ne féljetek. Unokámat láttad már, Miriamot is Jézus gyógyította meg. Ugyancsak csoda. De hiszen még mindig nyomorék. Vagy tud már menni? Nem tud. Miért nem? Az egész falu jelen volt, Miriam kivételével. Otthon maradt és sírt. Mesék. Csak nem hiszed, hogy valaki feltámadt halottaiból? Ő él. A Golgotán. Te is ott voltál. Te beteg vagy. Uram, I have news. Yeah.
Te kereshetnék most én is néhány aranyat. Justus a kereszten számomra egy esztendő jólétet jelent. Menj vissza. Segítség, megölsz! Agyon versz! Jó reggelt, uram! Jó napot! Fusson! Jó napot! Mindig is látom, hogy az emberek elhaladnak erre. Nem a barátjának, hanem neki ajándékoztam a szamarat. Sem lett volna olyan bolond, hogy ilyen magas árat fizessen. És ahogy kinézel, fellépésed. Justus mondta, hogy beteg vagy. Van itt valaki, romaiakat és görögöket, a rabszolgákat és szabadokat, a gyengéket és hatalmasokat, minden ember. Csodákat művelt, rajtad nem segített. Először magam sem értettem. A murúságot és a szenvedést. Hogyan gondolkodhat Elengedje, senki sem tart vissza téged, Marcellus.
vendéglőjében, nem messze innen. Marcellus. Marcellus. Remélem meg fogod találni. I hope you'll find yours. Ne gyere ilyen közel. Sir, you look ill. Uram, mi bajod? There. Így. Burn it. Égesd el. Én uram, te félsz. You're afraid. De nem. Minden emberrel együtt érzett Marcellus, hogy téged megváltson. De mostantól fogva élni fog számodra. Everybody, gyertek közelebb. Sit down, children. Gyertek közelebb, üljetek.
És azon az éjszakán, amikor elárulták, a legtöbben egyedül hagyták és elmenekült. Parancsot, hogy ezekre az emberek lőjétek. Ahhoz nem kell meghatalmazás, hogy kifüstöljön az áruló fészkét. Vissza a fegyvereket! Nem. Akkor engedelmeskedj. De büszke vagyok a rangomra. Rászolgáltam Galliában, Hispániában, Afrikában és másutt. És visszavonod a katonákat? Ha legyőzöl, te parancsolsz nekik, akkor halott vagyok.
Demetrius és én holnap elutazunk. Nem. Kizárt. Sohasem tartozhatom közé. Hű voltam. Ő nem tudja. Azon az éjszakán... És te meg tudsz nekem bocsátani? Ő bocsátott meg. Ezt mint római szentül ígérem. Szívtelen. Hivattál, uram. Csak mert számos meghívásomat kapott a szenátor a fiáról, a becsületes Marcellusról. Semmiért, uram. Nekem az igazat, vagy nem? Szegény gyermek. De csak téged is épp úgy...
van az új szekta, ezek a fanatikusok, akik magukat keresztényeknek nevedik. Ezekhez tartozik, sőt. Marcellus's personal slave, ez remember? Rabszolgája Demetrius. Hárman jöttek Korintusból, egy görög rab... Őt. You're egészen sure? Biztos? Azt hiszed, elárulom? Kérlek, vigyél el hozzá! Hol van Péter? A városon kívül prédikál.
beleölnem. Mikor megérkeztem, mindjárt hozzád akartam menni, de Caligula keresztetett. Sokat beszélhetnék neked. Sok különleges dolgot. Köntösről? Mit akarsz tenni, Marcell? Elmeséltél nekem, csoda szépen hangzik, de nem tudom elhinni. Igazságosság és felebb. Neked. Nem akarok mutatba állni. Bármiben hiszed is, Marcellus, veled leszek. Rábízom a köntöst. Őrizd meg számomra. Miért? Parancsom van számodra. Jelző tribun.
Kiesetek! Mind aludtak. És te, Tribune, Quintus, meg tudnál a követni, vagy a gályára küldetni? Uram. Helyára küldelek. És ha Róma minden házát átvizsgáljatok, nekem ő kell. Ki? Kifelé? Mennyei atyám, ő volt a legbátrabb és legjobb szolgáid között. Miért éppen neki? Thank you.
kedvemért. Kérlek. Az helytálló, hogy orvosként vagyok itt, de azontól római is vagyok, és ugyancsak figyelemre méltónak tartom ezt az esetet. Igen. Miért hallgatsz? Nem tudsz beszélni? Ezt megköszönjük neked. Gyere, légy a vendégünk. Nem, köszönöm. A halál körül van még titok. Marcellus, a szolgált... Ettől az órától fogva nincs többé, fiam. Minden készen áll. Thank you.
Isten veled. Friend. Barátom. Goodbye, friend. Isten veled. Bíróság elé állítanak? A párnak nagy tekintélye van a szenátusban, a Caligula nem ölhetett meg csak úgy. Kérlek, Diana. Aki elajándékozó szamárát pedig tudja, hogy sosem lesz már neki birtokában. Én is olyan szeretnék lenni, mint ezek az emberek, de egyedül nem tudom. Nélküled nem tudom, Marcel. Üdvözöllek!
Ott van, ahova a császár rendeli, nem de Gallio szenátor. Így gondoltam, örülni fogsz. Egyetlen ember van, aki mellett ott a helyen. Mielőtt legyen a kérni. Nevezik magukat. Soraikban mindenféle gyanús. Hozzátok a vádlottat. Shall be the judges of his treason. Tribune Gallio. Állam ellen izgat. Engaged in any plot against the state. But... Ahogy tudom, ezt a tele baráti szeretet, és igazságossága vajon ez, amit parancsot adott nekem, hogy megfeszítsem Jézus? A feszítés volt a legnagyobb bűn, amit Róma valaha is elkövetett. Úgy, a mi világbirodalmunk hibá. Ne. Ne gyere közel, meg vagy bűvő. Nem. Quintus.
és általa a bénák jártak, a vakok láttak volna? Nem az a lényeg, hogy elhiszed-e vagy. Én csak a helyes utat akartam neked megmutatni, uram. A Róma népeinek békét és barátságot akarna vinni, valósulását, egy jobb világot, de meg fog valósulni. You have heard him? Láthatod, ez a nép akarata. Szolgáid és testvéreid akarata még messze van a nép akaratától. És Róma felé. Ez olyan fogadalom, ami sosem törtem meg. Igen, uram. Galileo Tribunus. Engeded, uram, ezt magam fogom tenni. Egy órával sem szeretnék tovább élni abban a birodalomban, amelyben... Félek től. Nekem más királyom van, aki vár rám az ő országában.
Menjetek, menjetek! Meg, hogy mit tett, king!